Mint minden zsűrizés, ez is egy szubjektív folyamat. Azonban, ha megengeditek, én mindig nem tudom magamból levetkőzni azt, hogy én a természetvédő szemüvegén keresztül nézem ezeket a képeket. És az elmúlt 11 év során a több ezer kép, amely a monitoromon megjelent és értékeltem, egy olyan konklúziót adott nekem, amely egyértelműen azt mutatja, hogy a magyar emberek igényesek a természet iránt, vigyáznak a természetre, és a digitális technika fejlődésével egyre szélesebb rétegek számára elérhető az, hogy a természetbe kijutva nem csak egy szimpla emlékképet készítsenek, hanem ezeket mások elé tárva megmutassák Magyarország csodás természeti adottságait. Ha megengeditek, egy néhány szempontban bemutatnám, hogy az én fejemben hogyan zajlik egy zsűrizés menete. Amikor megnyitom a Varázslatos Magyarország oldalát és szépen sorba rendezem a képeket, akkor mondhatom azt, hogy a jól exponált, helyes mondandóval rendelkező kép az nálam 5 pontnál indul. Hogyha ettől több, akkor miért is több? Én a természetvédő aspektusából azt mondhatom, hogy vizsgálom magamban egy néhány másodperc leforgással, átlátom a kép lényegét, és megvizsgálom azt, hogy ez a kép milyen körülmények között készült. Tudom azt, hogy van egy csomó olyan zavarásérzékeny faj, amelyről kiváló természetfotókat lehet készíteni annak a élettevékenységének a akadályozása nélkül. Ugyanakkor van egy csomó helyhez kötött növény, gomba, amelyet esztétikusan megfotózni csak úgy lehet, hogyha egy picit a természetbe, a környezetébe belenyúlunk. A kettő közötti nagyon-nagyon finom mezsgye az, amely nálam azt a bizonyos 5 ponthoz képesti pluszot megadja, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek még tolerálhatók a természetben.